1933 óta március 22-e a vízvilágnapja. Az ENSZ ezt a napot jelölte meg a vízünnepeként, mely minden évben újabb lehetőség, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk legfontosabb természeti kincsünkre. Ma a Táncsics iskolában is megünnepelték ezt a jeles napot, és egy élőképet alkotva diákok és tanárok együtt a H2O feliratot formázták meg az iskola udvarán. Nagyon nagy izgalommal készültünk erre a napra, mert ugye az idén sikerült a suli pólót beszereznünk, és hogy láttátok, vagy látták a kedves nézők, az ilyen szép kék színű lett, és ezért úgy gondoltuk, hogy mivel március 22-e a vízvilágnapja, ez egy jó alkalom arra, hogy megmutassuk így magunkat, a táncsicsos gyerekek és felnőttek. Még jelenleg is 2 milliárd ember él a Földön biztonságos vízhozzáférés nélkül. Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen Európa országaihoz képest is egyedülálló vízkészlettel rendelkezik, melynek köszönhetően minden településen van vezetékes ivóvíz. Kézmosás, főzés vagy fürdés közben eszünkbe sem jut, mi lenne, ha nem folyna a csapból a víz. Ezért is tartják fontosnak, hogy felhívják erre a gyerekek figyelmét. Nagyon sokat beszélgetünk, főleg alsóban. Ugye ők már az a generáció, akiknek szükségük van arra, hogy mindennapjaikban benne legyen a környezet tudatosság, és így a vízvilágnapja is már. Lesz majd egy ökohetünk is, és ez igazából ez egy ilyen nyitókapuja már a vízvilágnapja. Picikkel nagyon sokat beszélgetünk, ők is tudják már picikortól, hogy víz nélkül nincs élet. Rengeteget rajzoltunk, megbeszéltük a vízkörforgását, vízzel kapcsolatos mondókákat tanultunk, énekeltünk, mesét néztünk. Az egyik elsős osztály pedig meg is mutatta nekünk, mit tanultak. Az én hajam olyan legyen, mint a csíka farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza. Az iskola Népkör utcai épületében is csatlakoztak a képalkotáshoz. Itt pedig a Water szót formázták meg a tanulók és tanáraik.